Menjél már, ott várnak. Úristen. Mindig elkésre. Jaj, tényleg most jön a Folytköv. Aki még nem ismeri, az most megtudja, hogy ebben van egy nagy iskola, egy árus az iskola előtt, Ellie néni a tanárnő, és a még ismeretlen Tóbiás bácsi. Parancsolj, arról lenne szó, hogy ezt a két darab rágot szeretném eladni. Aha. 70 forintért, ha lehet, mert szükségem van. Jó, apukám, én bizományt válteszem tőled, jó? Jó, és hogy... Akkor tanítás végén gyere majd itt, jó? Csünget, cukorkát, rágógumit, tessék, szevasz, anyám, mi van? Tessék megőrizni, már jövök érte iskola után. Jó, nagyon szíves. Atya, úristen. Cukorkát, rágógumit, matchboxot, tessék. Cukorkát, rágógumit. Mi van, hapsikám, meguntad? Hát unalmas és nem is érdekes. Komolyan? És a tanítónéni milyen? Hát nem tetszik nekem. Nem tetszik? Miért, mást vártam? Igen, apu azt mondta, hogy sokkal szebb lesz. Aha, értem. És most mi a terved, mit csinálsz most? Hogy haza szeretnék menni, de éppen azon gondolkozok, hogy hogyan menjek haza. Jó, szóval nem találsz az egyedül? Júj, te tűde jó, hogy itt vagy, figyelj. Gyere csak ide. Kérlek szépen, ami gondolkozol, addig segítenél nekem? Igen. Na, ide rendben, köszönöm szépen. Na, akkor ide figyelj, ide bebújunk, és akkor... Gyere. Nem. Kedi csókolom, drága tanárnő, jaj, de jó, hogy tetszik jönni, ugye? Milyen kokasuliba jönni? Nem, van egy kis gondunk, ugyanis a társam átmenetileg megunta az iskolát, és hát szóval én fölvenném őt kisegítő elárusítónak, de hát sajnos még írni, olvasni, számolni nem tud, már pedig anélkül nem megy, úgyhogy ez egy kis akadály, nem? Egyébként én vállalnám őt. Azt javaslom, hogy átmenetileg válasz az iskolát, jó? Szevasz. És jelentkezz, ha tudsz írni, olvasni, jó? Kedi csókolom. Nem tudja a címét. Gyere, csókolom. Viszlát.